Minden korosztálynak szóló szabadidőpark, játszótér már Tiszaföldváron is van. A kisvárosban azonban olyasmi még nem fordult elő, mint másfél héttel ezelőtt. Mai világban nem is értem az egészet, hogy miért kell ilyet csinálni. Bár a park bejáratánál táblán olvashatók a rendszabályok, azaz mit lehet és mit nem lehet csinálni, úgy látszik, ez mégsem bírt visszatartó erővel. A sakasztalon firkálások és égésnyomok láthatók. A rongálás komoly felháborodást váltott ki a helybéliekből. Nem bírnak magukkal és bedrogozzák magukat. Szerintem biztos. Megisznak, isznak. Nem bírnak az erejükkel, meg minden. Sóbányába kéne őket levinni, azt ottan megdolgoztatni őket, hogy az erejüket ottan kiézélnék. Nem egy ilyen. Hát teljesen lejáratják a szép városunkat. Ilyen emberek, hogy ilyen megtörténet itt Tiszaföldváron. A közösségi oldalakon is nagyot mentek a rongálásról szóló posztok. A legtöbb tiszaföldvári innen értesült az esetről. Felháborító, mert gyakorlatilag itt mindenki örült, hogy lett ez a nagyon szép kis terület, lehet játszani, meg szabadidő tevékenységet folytatni, és erre felvitt pont a fiatalok, akiknek igazából lett készítve, és ők rongálták meg. De úgy hallottam, hogy valami jó minőségi felvételek vannak már, és valószínű, hogy várják a jelentkezőt, aki elkövette, hát hogyha tudja a kárt enyhíteni. Talán a közfelháborodás, talán a térfigyelő kameráktól való félelem, vagy a rongálók lelkiismerete miatt, de a rongáló magára vállalta a felelősséget, így rendőrségi feljelentésig nem jutott el az ügy. Én azt szeretném elérni, hogy állítsák helyre az okozott kárt, és még azon gondolkozunk, hogy a kiskamasz valami közösségi munkát azért végezzen Tiszaföldváron, hogy érezze a súlyát ennek a tettének. Az önkormányzat további bővítéseket, fejlesztéseket tervez a szabadidőparkban. Mindezeknek azonban csak akkor lesz értelme, ha a helyiek vigyázzák, nem pedig néhányon közülük rongálják.